Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai témánk a méz, mégpedig azért is, hogy a Méhészek Fehérmegyei Egyesülete ez évben 23-án és 24-én, immár a 30. alkalommal rendezi meg az országos méhész találkozót és vásárt. Ez a hír ugyanakkor egy nagyon-nagyon fontos adalék ehhez a rendkívüli eseményhez, mert hogy ez rendkívüli esemény esztendőről esztendőre, csúcsesemény, ahogy tetszik itt Székesfehérváron, a méhészeknek és a mézért rajongóknak egyaránt, hogy az Egyesület keretein belül működő Szent István Mézlovagrend, tehát karöltve az Egyesülettel, ebben az esztendőben először hirdeti meg a Mézfesztivált, méghozzá a belvárosban. Többek között erről fogunk beszélgetni vendégem Reichardt Zoltán, a Szent István Mézlovagrend nagymestere. Üdvözlöm a kedves nézőket! Szép jó estét! És Balla Nóra, a gyönyörűséges ifjú hölgy, a méz királynője a Mézlovagrendnek. Örülök, hogy itt van velünk. Köszönjük szépen. Nos, mielőtt az eseményről beszélgetnénk azért, hiszen a Mézlovagrend új nekünk. Mi magunk, egyébként én magam beszámoltam a megalakulásról, röviden beszéltünk is róla. Most itt az ideje, hogy egy kicsit a mélyére ássunk, hogy mi hozta létre, mi tette szükségesé, miért gondolták úgy, hogy igenis helye és szerepe lehet Fejér megyében egy Szent István Mézlovagrendnek? Ez egy nagyon fontos kérdés volt. Ugye azt tudni kell, hogy az országban 13 mézlovagrend működött, és mi lettünk a 14-ek, akik megalakultunk, és ugyanúgy, mint a többi lovagrendnek, nekünk is az a célunk, hogy a mézfogyasztást megnöveljük Magyarországon. 70 dekagram sajnos a mézfogyasztás Magyarországon, ezt szeretnénk egy olyan 1-1,2 kg-ra megnövelni, és ez szükséges ahhoz a lovagrendek munkája, hogy tudják az egész országban, megyei szinten és országos szinten terjeszteni a magyar mézhírlevét. A mézzel mostanában úgy találkozunk, hogy egyre több a mézhamisítása, kínai méz térhódítása Európában és nálunk is. Ez nagy probléma, valljuk meg. Ugyanakkor megszülettek azok az intézkedések, és nézőink talán már tudják, hiszen Erdős Norbert, brüsszeli európai parlamenti képviselő a vendégünk volt, aki egy olyan javaslatot nyújtott be, amelynek mentén talán rendbe jön ez a dolog. Ugyanakkor a mézfogyasztás hazánkban, függetlenül a botrányoktól, még mindig nem elég. Holott az önök mottója is, ugye, amit majd a mézkirálynőtől szeretnék hallani, hiszen ez egy nagyszerű mottó, az sugallja, hogy igenis fogyasszunk több mézet, hiszen az európai mézek közül az elsők között van a magyar méz. Most halljuk a mottót. Okos legyél, gyógyszer helyett mézet egyél. Így van, és azt hiszem, hogy ez így van rendjén. Ezt el kell fogadnunk, mert ez egy valóságos. Nos, tehát amikor megfogalmaztuk azt, hogy ez a motto, ez valóságos, hiszen a méz nagyon sokat segít, az egészséges élelmiszerek között is az egyik legfinomabb, akkor önöknek nagyon sok feladatuk van. Egyrészt a népszerűsítésben, másik oldalról pedig nyilvánvaló, hogy a méhész társadalom egységbe forrasztják. Igen, ugye egy éve alakultunk, tehát a lovagrendünk egy éve alakult. Tavaly Jászberényben volt egy méhész találkozó, és ott választották a 2017-2018-as évre a mézkirálynőt. Nagy öröm nekünk, hogy az egyesületünkből került ki a mézkirálynő Balla Nóri, és ugye a mézfogyasztással kapcsolatban pedig azért fontos ezek a mézfesztiválokat megrendezni az országban, hogy felhívjuk a figyelmet az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra, és kevesen tudják azt, hogy a méz az egyetlen olyan édesítőszer, amelyikbe semmilyen adalékanyag nem kerül. Tehát amit a természet ajándéka, azt adjuk mi is a vásárlóknak, természetesen kiüvegezve. Nos, beszéljünk a királynőségről, Jászberényben, amikor a döntés megszületett. Mi motiválta egyáltalán, hogy jelentkezzék, hiszen az, hogy nagyon szép ifjú hölgy, azt látjuk, tudjuk. Ez a viselet csodálatos, ez megint egy adalék, tehát kézen fogva jár a szépség, de fejben dől el ez a dolog. Mi motiválta arra, hogy jelentkezzék?
Hát igazából már én beleszülettem a méhészetbe, tehát a szüleim méhészettel foglalkoznak, illetve már a nagyszüleimnek a nagyszülei is méhészkedtek, így 5. generációs méhész vagyok én is a testvéreimmel, és már kislányként is láttam itt a fehérvári rendezvényen méhész találkozón az akkori mészkirálynőket, és így már akkor felfigyeltem rájuk, és sokat olvastam így az újságokban is, illetve az interneten is a mészkirálynőségről, és először 2016-ban jelentkeztem a megmérettetésre, akkor második mézudvarhölgynek választottak, és az idő alatt elég sok rendezvényre ellátogattam, és sok gyermekkel is találkoztam, és igazából sok méhésszel is megismerkedtem, akik motiváltak arra, hogy próbáljam meg újra a megmérettetést, és ezért is jelentkeztem 2017-ben újra a mészkirálynő választásra. Ennek rangja van, méltósága van, ugyanakkor felelőssége is. Hiszen a méhész társadalmat kell képviselnie, méghozzá olyan szinten, hogy igenis az emberek elfogadják azt, hogy a méz valóban mézédes és fontos számunkra, a másik oldalról pedig ne feledhetjük hát a marketinget. Tehát a mészkirálynőnek bizonyos értelemben marketing értéke is van, és ezzel is kell foglalkozni. Hogyan lehet ezt megtanulni? Melyek a legfontosabb feladatai? Hát a mészkirálynőnek ugye a feladatai, hogy a különböző méhészeti és gazdasági eseményeken képviselje a méhész társadalmat, illetve hogy a lovagrendekkel találkozzon velük, különböző rendezvényeken felvonuljon, de ezen felül a legfontosabb része a mészkirálynőségemnek is, hogy a gyerekekhez ellátogassak, és hogy velük megismertessem a mézet, illetve a jótékony hatásait, valamint a méhek nélkülözhetetlen beporzó tevékenységét. Így van, hiszen azt tudjuk, és innét folytatjuk, hogy a magyar mezőgazdaság kultúrnövényeinek 75-80% a méheknek köszönheti a létét, tehát ezért is kiemelten fontos a méztársadalom számunkra, köznapi ember számára és fogyasztó számára nyilván. Méh plusz ész egyenlő méhész, ugye ezt ismerjük, és ez abszolút így van, én legalábbis hirdetem és mondom minden lehetséges fórumon és módon. Mi a dolga a mézlovagrendnek? Olvastam az alapszabályukat, rendkívül kivonatosan nyilvánvaló, tehát fontos adalékanyag ahhoz, hogy megismerjük egy mézlovagrend életét. A legfontosabb feladatunk ugye a természet védelme. Természet és a méhek védelme. Mert ugye ne felejtsük el, hogy mit mondott Albert Einstein, hogy ha a méhek kihalnak, akkor 4 év múlva az emberiség is elpusztul. És óriási szükség van arra, hogy a méhek beporozzák, ugye az előbb említette a mezőgazdasági növénykultúrákat, mert ugye az emberiség abból nyeli a táplálékot, és ha a méhek elpusztulnak, akkor sajnos a mezőgazdasági növénykultúrákra sem tudunk számolni. Egy példa rá, Kínában már nincsenek méhek, és a beporzást emberek végzik. Ahogy Amerikában is. Ahogy Amerikában is. És Amerikában ugye annyira megbecsülik a méhészeket, hogy a beporzásért is fizetnek a méhészeknek, és oda hívják őket a mondulaültetvényekre, akár vagy nagyobb növénykultúrák beporzására, hogy megfelelő minőség és mennyiségű terméket tudjanak előállítani az emberek. Ugye a mézlovagrend tagjai nyilván méhészek is, tehát ez jár ezzel. Mennyire erős ma Magyarországon a méhész társadalom? Ezt kérdezem azért, mert erősnek tűnik, például amikor elkezdték az akácosokat kivágni, vagy legalábbis terbe vették, akkor összefogtak, és ez sikerült megakadályozni, ez így van rendjén. De egyébként az érdekérvényesítő képességük milyen? Hát ugye, hála Istennek, hogy az akácmézet hungarikummá nyilvánították, ugye az előbb említette az akác kivágásának a hatására indították el az országban, hogy az akácmézet hungarikummá nyilvánítsák. Szerencsére sikerült, és úgy érzem, hogy ezzel egy olyan tiszteletet kapott a méhész társadalom, elismerték a munkánkat, elismerték a méhek munkáját, és ez egy remek visszajelzés volt az Európai Uniótól is, hogy ezt az akácfát kivágását ezt meg tudtuk akadályozni Magyarországról. Belekapaszkodnék, ez a visszacsatolás jelzés rendkívüli kihívás. A gyermekeket említette, és azért kérdezem a gyermekekről, Nóra, mert hogy a gyermekek a következő nemzedéknek is meg kell tanulnia, amit
öt generációtól tanulhatott meg. Tehát egy rendkívül nagy a felelőssége. Igen, ugye nekem már a születésemtől kezdve ugye a méz, illetve a méhek az életem része volt, és nálunk természetes volt az, hogy otthon a konyhában mindig volt méz, mindig tudtunk belőle enni annyit, amennyit akartunk, és ezt szeretnénk elérni így a mézlovagrendekkel, és meg a mézkirálynő az udvarhölgyeivel, hogy ne csak a méhész családokban legyen ez, hogy a méz mindig ott van a konyhában, hanem a többi családnál, illetve hogy a gyerekek az óvodában, iskolában is mindig kapjanak mézet. Igen, a mézes reggeli felvetődött ennek a lehetősége, és most Erdős Norbertnek is köszönhetően, illetve megyéből Varga Gábor, a Sárbogárdi térség országgyűlési képviselője vetette fel, ahol nagyon sok a méhész cecekkő Sárbogárd környékén, hogy ezt újra elő kéne venni, hiszen ez valahogy elsikkadt. No, mézes reggeli után foglalkozunk egy kicsit, kukkancsunk bele, hogy miként él egy mézlovagrend. Tehát az emberek többsége nem tudja elképzelni, nyilvánvaló. Hogy lehet valaki tag például? A tagsághoz szükséges az, hogy a Mészek Fehér megye egyesületén belül is tag legyen. És ahhoz, hogy mézlovag legyen valaki, ahhoz elég ennyi, hogy csak az egyesületünkhez tartozik, ugye, és megfelelően tudja ezt képviselni, ezt az eszmét, amit mi szeretnénk mondani itt az embereknek. Magyar állampolgárság kell hozzá, és különösképpen semmi más. Tehát elég ennyi, hogy csatlakozom valaki a lovagrendekhez. Azért nyilván megvan a hierarchiája, mint minden lovagrendnél, a mézlovagrendnek is. Mi például a lovagi tanács dolga? A lovagi tanácsot évente kétszer szoktuk összehívni. Itt megbeszéljük az éves teendőket, döntéseket hozunk, hogy hova és hány emberrel tudjuk képviselni a lovagrendet. Éves beszámolót készítünk, mint anyagi, mint szellemi és erkölcsi beszámolókat. Javaslatokat teszünk, elfogadunk, illetve szavazunk tagságról és esetleg kizárásokról. Ezt folytatjuk, de akkor kapcsolódjék be a Nóra is, mint királynő. A királynő, amikor részt vesz ezeken a beszélgetéseken, hát az elsősorban a protokollt említette, holott a marketing munkája sokkal, de sokkal fontosabb, szerintem legalábbis, ugye? Mert a protokoll az, hogy itt van egy gyönyörűséges ifjú hölgy, egy fantasztikus ruhában, ez egy dolog. Rácsodálkozunk, rá megcsodáljuk, ugyanakkor sokkal fontosabb a szerepe. Tehát van-e stratégia arra, hogy a mézkirálynő miként képviselje a méhész társadalmat? Úgy külön. Születik-e egy terv arra, hogy mikor, hova látogat el, és miről beszél? Hát mikor megválasztottak, onnantól kezdve ugye szépen építgettem így a mézkirálynői mandátumomat, és ugye mikor a méhészek elhívnak a rendezvényeikre, akkor mindig fontos az, hogy a közönség az méhészekből vagy látogatókból fog állni. Tehát az alapján kell ugye a köszöntőbeszédeimet is összeállítanom, illetve amikor előadásokat tartok így a rendezvényeken, akkor is fontos, hogy a közönségem az elsősorban a méhészek vagy a látogatók lesznek. És hogyha a látogatók, akkor mindenképpen a mézről, illetve a méheknek a szerepéről tartok előadást, hogyha a méhészek lesznek, akkor pedig a mézmarketing beli ötleteimről, illetve a méhészeti rendezvényekről, hogy milyen különlegességekkel találkoztam így a megválasztásom óta, illetve a saját méhészetünkről. Mi mindent kell tenni a hétköznapokon, kérdezem mindkettejüktől, hogy egy olyan találkozó, amire majd a hétvégén kerül sor, vagy általában egy országos méhészeti vásár, az valódi ünnep lehessen. Hiszen nyilván ennek vannak előzményei, és a megvalósítás folyamán nagyon sok munka vár a méhészek nagy családjára. Igen, szerencsére nem csak ketten vagyunk a mézlovagrendben, hanem 15 ember képviseli a méhészeket. Ez a mézfesztivál, ha már így ráfűzünk egy picit erre a mézfesztiválra, ugye sajnos csak 2 hónapunk volt erre az egészre. Úgy érzem, hogy rengeteg ember becsületes és szorgalmas munkájának adódóan
meg tudtuk valósítani, és meg tudjuk rendezni az első Fehér megyei Mészfesztivál pénteken. Pénteken és szombaton, tegyük hozzá. Igen, szombaton ugye a nagy országos találkozó is lesz. Mi szülte az ötletet, hogy a királyi város kellős közepére invitálják meg mindazokat, akik a mézet szeretik? Ugye a méhész találkozó és vásár inkább a méhészeknek szól. Tehát ott olyan kiállítók jönnek el, akik a méhészeket szolgálják ki. És több helyről hallottuk már, hogy a lakosságnak is hát most már illene egy mézfesztivált, egy mézkóstoltató fesztivált rendezni, és ebből adódott ez az ötlet, hogy ugye 30. jubileumi méhészvásárhoz érkeztünk, és ezzel így összefüggésbe hoztuk ezt az első Fehér megyei Mészfesztivált. Az első soha nem felejtjük. És az első ezt régről. Így van, és nem is fogjuk ezt felejteni, mert nagyon szép lesz. Jó. Mi minden lesz a vásáron, Nóra? Hát ugye reggel 10 órától kint lesznek a kiállítók a pénteki napon a belvárosban, és utána délután 4:45-kor kezdődik majd a lovagrendi felvonulásunk. Ugye a Mátyás Király Hoteltől a belvárosig a hivatal eléig, és utána pedig a megnyitó kezdődik, majd lovagrendi avatásunk is lesz, 3 új tag fog csatlakozni a mézlovagrendhez, illetve este 6 órától pedig Szent Mise lesz. Egy pillanat, bocsánat, hogy beszólok, de egy nagyon fontos dolgot szeretnék elmondani, hogy felkértük dr. Cserpakovics András polgármester urat, hogy vállalja el a fővédnökségét ennek a mézfesztiválnak, és nagy öröm ez az Egyesületnek és a Szent István Mézlovagrendnek, hogy ezt elfogadta, és pénteken ott lesz ő is. Igen, az invitálásban olvasom én magam is. Nóra, egy dolgot elfelejtettem megkérdezni. Mivel foglalkozik hétköznap? Én most vagyok végzős hallgató, tehát most államvizsgáztam januárban, turizmus vendéglátás alapszakon és hivatás turizmus és rendezvényszervezés specializáción. Tehát így kapcsolódik hozzám így a rendezvényszervezés is, meg a méhészet is, mivel a szakdolgozatomat a méhészeti rendezvényekről írtam. Egyáltalán ugye tudjuk, hogy több mézlovagrend van, tartják a kapcsolatot? Tehát ez egy gyümölcsöző kapcsolat ilyen értelemben? Igen, remek a kapcsolat, mint a belföldi, mint pedig a határon túli lovagrendjeinkkel. Ugye határon túl Erdély és a Vajdaságról beszélünk. Erdélyben 4 lovagrend tevékenykedik, és mi is részt vettünk az ő fesztiváljaikon, tehát meghívást kaptunk és képviseltettük magunkat a Nórival együtt a lovagrend, és viszont meg is hívtuk őket, és nagy öröm nekünk, hogy el tudnak jönni Erdélyből és a Vajdaságról. Tehát akkor itt lesz a valamennyi magyar mézlovagrend, most már csak egy jó idő kell, majd szurkolunk egyébként. No, milyen hozadéka lehet egy ilyen rendezvénynek? Miként látják? Hát ugye ez az első mézfesztivál, bízunk benne, hogy remek reklámot tudtunk ennek csinálni, és minél többen kijönnek kóstolni a mézet, mézeti termékeket. Hát reméljük, hogy ez sikeres lesz, és bízunk benne, hogy a méz királynő is a jelenlétével ki tudja csábítani a lakosságot. Én nagyon bízom benne, hogy ez sikeres lesz ez a fesztivál. Bizonyos vagyok benne, és egy székelyföldi mondással búcsúznék, hogy a székelyföldet járjuk, és természetesen ott a hegyek között mindig kint vannak az asztalok a valódi székely mézzel, utánozhatatlan íze van egyébként, és ráadásul megvan mindenhol a felirat. Helyt eszem, helytől veszem, mert helyén az eszem. Ezt most már használja a biopiactól kezdve mindenki. Nagyon helyesen egyébként. Én azt mondom, hogy az önök mottoja is csodálatos, hiszen ha megfogadjuk mindazt, amit a önök kínálnak, illetve a méz nyújt nekünk, akkor szinte bizonyos vagyok benne, hogy mézre, illetve gyógyszerre nem lesz szükségünk. És én kívánok ehhez jó munkát, hiszen tudom, hogy lesz dolguk bőven, én bizonyos vagyok benne. Azt pedig ígérem önöknek és kedves nézőinknek is, hogy a méhész találkozóról, illetve erről a fantasztikus mézfesztiválról a következő Agrárinfóban hosszasan beszámolunk. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltek, és találkozunk pénteken, illetve szombaton. Várunk szeretettel benne. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, vendégem
a Szent István mézlovagrend nagymestere Reghard Zoltán, és a mézkirálynő, a magyar mézkirálynő Balla Nóra voltak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok, viszontlátásra!